A nagy sikerű Léleképítők előadássorozat újabb meghívott vendége Bán János volt, írói álnevén Bán Mór, aki a Hunyadiakról írt több kötetes sorozatáról is ismert. Az író korábban fantasy és sci-fi témájú műveket írt, majd 2008-tól fordult a történelmi tematikájú könyvek felé. Hunyadi köteteivel újra felfedeztette és megszeretette az olvasókkal a történelmet és magát az olvasást. Nagy gyerekkorom óta nagyon szerettem a történelmi regényeket olvasóként. Szerintem a mi korosztályunk még nagyon sokat olvasott, nem csak sci-fit és fantasyt, hanem történelmi műveket is. Viszont olvasóként nem igazán találtuk azokat a regénysorozatokat a könyvesboltok polcain, amiket szívesen olvastunk volna. Tehát amely a magyar történelem különböző korszakait olyan formában dolgozza fel, amely könnyen olvasható, egy kicsit már modernebb, egy kicsit a mai olvasóhoz jobban szól, mint a klasszikus magyar irodalmi időszakokban megírt művek, Jókai Mikszent művei. Nem nagyon voltak ilyen sorozatok, és ahogy ezen polemizáltunk, és ezen gondolkodtunk, hogy mi lehet ennek az oka, akkor merült föl, hogy vélhetőleg a magyar könyvpiacon ez a fajta igény nem igazán jelentkezett, viszont érdemes megpróbálni. És ekkor döntöttünk úgy a kiadóval, hogy választunk egy olyan történelmi korszakot, amely érdemes, méltó arra, hogy egy könyvsorozat formájában feldolgozzuk. És hát a Hunyadiak korára esett a választásunk. Elsősorban azért, mert egy olyan dicsőséges időszaknak véltük, amely rengeteg tanulságot hordoz, nagyon sok olyan jellegzetessége megfigyelhető a magyar történelemnek, amely újra és újra tapasztalható. Ilyen formán meggyőződésünk szerint levonható tanulságokat is hordoz magába. Bán János elmondta, hogy az írást megelőző kutatómunka sok évet vett igénybe, hiszen 3 nemzedék élettörténetét és diadalait vetette papírra. A könyvsorozat megírásának körülményeiről, az írást megelőző munkáról is beszélt a Garai János Gimnázium dísztermében összegyűlt közönségnek. Hát maga a kutatómunka az ilyen értelemben kb. 10-12 évet vett igénybe. És azt szokták mondani, hogy a kutatást csak abba hagyni lehet, befejezni nem, mert óriási mennyiségű anyag áll rendelkezésre, és hát a regénysorozat is hosszú évtizedeket ölel föl a magyar történelemből. A tervek szerint egy egész évszázadot, sok-sok eseménnyel, nagyon-nagyon sok karakterrel, létező karakterekkel, megtörtént eseménysorokkal, és hát millió olyan részlettel, aminek ildomos azért utána nézni, pontosan azért, hogy azért az a hiteles alapja meglegyen a sorozatnak, ami nélkülözhetetlen egy történelmi regény esetében. Az író azt is elmondta, hogy nagyon szerette Hunyadi János életét megírni, mert rendkívül fordulatos, nagyon izgalmas és tanulságos volt, de igazából a fia, Mátyás király élete az, ami sokkal több rejtét hordoz magába. Mátyásról, az igazságosról legendákat zengtek, számos tanulságos mondaszól róla, amit a gyerekmesékből is ismerhetünk, viszont a történelmi adatok teljesen más képet mutatnak. Igazából a fia, Mátyás király élete sokkal, tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy más okoknál fogva lesz izgalmas. Tehát egy egészen más karakter, összesen lehet a két történelmi figurát hasonlítani. Sok rejtélyt is magában foglal ez a korszak, miért alakultak úgy az események, hogy alakultak, vagy hogy más nem mondjak, miért figyelhető az meg, hogy legendákkal ellentétben például Mátyást nem kedvelték, finoman szóval az alattvalói. Ez engem meglepett, nem a mondák és mesék Mátyás király rajzolódott ki a forrásokból, és arra keresem majd a választ, amikor odaeljut a sorozat, hogy ennek mi lehet az oka. A regénysorozatban nem csak a Hunyadi család tagjait ismerhetjük meg, hanem mindazokat a személyeket, akik ebben az időszakban éltek és harcoltak Magyarországért. A szerző szemléletesen mutatja meg karaktereinek az emberi és olykor démoni oldalát, olvashatunk botlásaikról, kegyetlenkedéseikről, de nemes jellemüket is megismerhetjük a könyvek oldalain keresztül. Ezektől a tulajdonságoktól életszerűek a regény karakterei, a táj és a cselekmény leírása szinte filmszerű, a szereplők mondani valói megérintik az olvasót. A könyvek olvasása ráébreszt minket arra, hogy újra találjunk önmagunkra, védjük, őrizzük mindazt, amit egykor ők védtek, hogy továbbadhassuk a jövő nemzedékének.